Az adatépítés podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com per adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítész következő epizódja. Ez egy picit rendhagyó adás lesz, mert vendég voltam a Zárt Osztály podcasten. Ezt lehet, hogy ismeritek, lehet, hogy nem ismeritek. Ez szintén ilyen elsősorban tech, té tech témájú podcast. A nevéből sejthetitek, hogy ez egy lényegesen könnyedebb, tehát az adatépítéshez képest kevésbé szakmaorientált, de azért technológiáról szól, persze, mint ahogy mondtam. Hárman voltunk, ugye én voltam a harmadik a vendég, és egy, egy ilyen szerintem jó hangulatú beszélkedés kerekedett ebből, nem szűken értelmezve, sőt tágan sem értelmezve egy, egy, egy Data Science vagy Machine Learning podcast ez, ezért nem csinálok ebből rendszert, mármint lehet, hogy sőt, valószínűleg hogy többször elő fogok ott fordulni vendégként, de nem, és lesz ilyen cross-epizód is, de de alapvetően az adatépítés megmarad az eddigi formájában, szóval nem kell megijedni, de most először volt egy ilyen, kipróbáltam, hogy most közreadom nektek ezt az epizódot, mivel mondom, nem egy, egy, egy Data Science fókuszú adás lett, meg nem is terv, hogy kimondottan az legyen csak tech, ezért ezért nem fogunk erre rendszer szinten átállni, ez most van ilyen, hogy ezt az epizódot most majd itt közreadom nektek. Ettől felnőtt szerintem jó volt, meg, meg jó hangulatú, humoros dolog volt, úgyhogy most ez egy ilyen könnyedebb epizód lesz. Előtte még azért felszeretném hívni két dologra a figyelmeteket. Az egyik, hogy a szülinapomra való tekintettel megrendezik Magyarország legnagyobb talán szerintem a legnagyobb adatos konferenciáját, természetesen csak viccelek semmi köze a napomhoz a valóságban, természetesen a Budapest Data Forumról van szó, amit két okból harangozok most benektek, egyrészt mert elég jó programjai vannak és jók az előadók, illetve a workshopok is, másrészt pedig mert az adatépítész hallgatói az egybeírva nagybetűvel adatépítész 20, nyilván ékezetek nélkül, tehát adatépítés 20 kuponkód feltüntetésével 20%-os kedvezményt kapnak a konferencia jegyárából. Azt gondolom, hogy ez egy jó díl, mert a 20% azért az már egy szabad szemmel látható összeg nem vicc kategóriás, úgyhogy éljetek nyugodtan ezzel a kuponkóddal. Sőt, ha itt hallotok erről, vagy, vagy esetleg az adás miatt akartok menni, akkor kérem is, hogy mindenképp éljetek a kuponkóddal, mert ugye visszairányból én abból fogom látni, hogy ez egy jól működő dolog, meg ők is abból fogják látni, és akkor egy pozitív visszajelzést generál. A másik, amire fel szeretném hívni a figyelmeteket, az egy, az egy képzés, ez egy nyári képzés lesz, edzőtábor néven van, tehát adatelemzési és adatvizualizációs nyári edzőtábor. Ez nem csak egy ilyen, ilyen clickbait cím, hogy edzőtábor, hanem hanem tényleg úgy készíti, mármint abban az igen, hogy nem fogtok súlyt emelni, de hogy úgy van -e megkészítve, ez egy egészen egyedi formátumban van megcsinálva ez a, ez a workshop, ez egy, ez egy képzés. A, aminek során olyan mértékben gyakorlati a dolog, hogy, hogy délelőtt tanultok, délután csináljátok. Tehát, hogy tényleg ilyen edzőtábor jellegű a dolog. Kovács Gyulának a Data személyi edző, ez így a tagline, de hogy értitek, a, a vezetésében fog ez megtörténni, és akit érdekel ez a link a show meg tudjátok nézni természetesen, akit érdekel az, az írjon az adatépítész, tehát a hellokukacadatépítész.hu-ra, itt még a, a, Gyulával nem dolgoztuk ki, hogy eznek mi lesz a megoldása, de van, valamilyen fajta kedvezményt lehet a részvételi díjból, vagy valami kis extra mindenképp kapni. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, az írjon a hellokukacadatépítész.hu-ra, és akkor onnét én majd továbbadom, meg beszélem ezt a Gyulával. Gyulával egyébként nem olyan nagyon, de ezért viszonylag régóta ismerjük egymást, és egyébként az adatos világban ő egy nagyon régóta, régebben mindén óta jelenlévő személy, úgyhogy merem ajánlani a hát Gyulát is, meg persze a képzésére gondolok itt most. Elsősorban programokat azt látni fogjátok a, a, a linken, tehát ott van minden információ. Ez 7. hó 22, 7. hó 23, akit érdekel a Budapest Data Forum az pedig 6. 23. 24. Ezt elfelejtettem mondani. Szóval ott az adatépítés 20 kódot használjátok, itt az edzőtáborban ott pedig írjatok nekem a hellokukacadatépítés.hu-ra, és akkor kitaláljuk, hogy hogy lesz ebből. Abból, hogy ez most nincs kitálva, szintén láthatjátok, hogy ez egy, ez egy informális dolog. Nem mondta a Gyula, hogy ezt csináljam, hanem én ajánlottam fel neki, mert szerintem jó, amit csinál, úgyhogy Ilyen értelemben ez abszolút nem egy szponzorált poszt, hanem csak tényleg szerintem jó dolog. Oké, okay, ezek voltak a, a technikai hírek, és akkor most uh, mindjárt átvágok az Átosztály podcastra, ahol én voltam a vendég, mint mondtam nektek, és uh, hamarosan, a szokottnál hamarabb pedig fog egy úgymond normál adatépítés epizód is jelentkezni, hiszen mondtam, hogy ez. Uh, ezzel nem hagyok fel, ez most inkább csak egy extra, amit most az átosztályra hozok, egyébként az átosztály többi adása is hasonló ehhez, úgyhogy tudom nektek ajánlani, hogyha az adatépítésnél egy ilyen könnyedebb, barátságosabb hangvételű, vagy tehát, hogy egy kicsit kevésbé mélyen belemenős, viccelődős téma, de azért még mindig tech témájú podcastot is kerestek, ami, ami így ö, lehet, hogy jobban esik a reggeli kávé mellé, mint mondjuk néhány ilyen mélyebb téma, amivel én dolgozok. Szóval ajánlom nektek, csekkoljátok le, és most bele is vágunk. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő epizódban. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ma egy adatépítész, illetve maga az, az adatépítész a vendégünk. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! És az mit csinál? Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor először egyébként méretre kell faragni a biteket, mielőtt építkezel belőle, vagy, azok már így egységesek? Nem van egy, van egy bit sablonom, azt ráverem a bitverő kalapáccsal, és akkor így ennyi. Ú, mert emlékszem, még régi gyermekkoromban én a tatuinok faragtam biteket a jégvilágban. Az a hot volt. Bocsánat. Tatuinon nem, ott az, az, a sivatag bolygó, ugye? Hát én ide Hát igen, mert ugye ez egy bináris szisztem. Igen, igen. De nem lehet őket összecsavarozni? Én úgy emlékeztem. Nekem vannak otthon bitfejeim is. Na, no, hát, szerintem te vagy a bitfej otthon. <laughs> És különben is én azt hittem, hogy harapni kell őket. Nyolc bitet összefogdosol, jó, megharapod, az a bajt. Jogos. Na, azt gondolom. És van. te vagy az adatépítesz, ha ennyi már. Nekem 3 byte van, az finom. <laughs> zárójel nem szponzorál, de nyugodt. 3 nem? Hát jó, de most így mondjuk. 3 az már az már egy egész kartonnyi trébit, nem? Hát nem tudom, mennyi van egy kartonban, de az sok, igen. Ez már 24-es. Jaj, jaj. Szóval, szervusz. Szoktál kocogni, futni, szabadban sportolni? Én? Mondjuk. Én biztos de... nem, tehát ő tudja, <laughs> hogy én nem sportolom. Ja, oké. Okay. Régen, igen, mielőtt apuka lettem, igen. Már hogy majd így is fogsz. Akkor rendszeresen, meg még csapatban kollégákkal voltam ezen a Balaton, tehát ez az Ultra Balatonon is, két kicsi részem volt csak, tehát most nem akarom azt látszatot kelteni, hogy annyit futottam egy nap alatt, amit máskor egy évben, de... De ott még a kicsi is sok. Hát, az volt egy, nem tudom, egy valami, majdnem öt kilométeren, meg egy majdnem hét, tehát, hogy És vitted a kezedben a vizet, vagy hogy frissítettél, vagy ezen a szakaszon nem frissítettél? Hát, ekkor a szakaszon vittem a pocimba a vizet. Oh. Akkor ez bitatlan volt? Hát nekem igen, nyilván ez egy ilyen ilyen vicc szakaszok, amiket én mentem. de... Semmelyik szakasz nem vicces az arra versenye ide. Csak annak, aki végigfutott az egészet. Én, én mentem alsó és füred, az a szakasz volt, és ott van a kerekedi öböl, ha valaki ezt tudja. Ami így autóval nem feltétlenül tűnik fel, ha ott néz, de hogy ott van egy ilyen marha nagy domb, és úgy voltam vele, hogy nah, ez, ez a, az, az né, 5 kilométer alatti táv, hát most ez semmi lesz ott reggel. De az a szintemelkedés volt, nem? Igen, igen, és a dom... <laughs> annyira azért nem, de ott a dombból jöttem rá, hogy ez, ez nem jó, de azért sikerül. Igazából szerintem Nedi azért kérdezi ezt, mert a futóknak van egy hatalmas problémája, nem tudják hol vinni magukkal a szükséges folyadékot, nagyon macerás ugye a kézre csatolni a telefonokat, és erre találtunk egy kiváló újítást ezt azért így nem mondtam, hogy a futóknak van egy ilyen problémája, valószínűleg van olyan, akinek van ilyen problémája, mert született egy innováció. Mondjuk így. Megvan az a digidog, amelyiket spot néven árulnak? Persze, hogy ne, hogy Az ugye azért ez nem a Spotify-nak a kisebb testvére. Mondjuk ez legalább olyan hasznos, mint az lenne. Úgy. Na ebből gyártottak egy ilyen háztartási használatra való kiadást, amit úgy hívnak, hogy Go One. Go. Sokat gond, remélem, hogy sokat gondolkozott ezen a marketing team. Unitree Go van. És képzeld el, hogy ez azt tudja, hogy megy melletted, és viszi a telefonodat, meg akár a vizedet is, sőt nem csak megy melletted, hanem kocog is veled, mert valami egészen szédületes 17 km per órás tempót tud hát az... viszonylag tartósan diktálni. 90 percig szóval mondjuk tud egy fél maratont magyarul. A Go van magyarítása az a megy. Igen, igen, két gép szion, a megy. Úgy úgy megy. Uh. Akkor biztos szereti a tyúk. <laughs> Ó, jaj, szereti a tyúk, megy. Ez, ez ilyen igazi solutionizm, nem? Tehát, hogy ez egy kiváló megoldás egy nem létező problémára. Így van. Az egy dolog, hogy igen, létezik a probléma, de az ára az aztán végképp felveti a kérdést. Ez mondom, hogy nem létező probléma, tehát aki ezt meg tudja venni, az, az vehet három másik embert is, aki viszi a vizét. Tehát... Na, ez benne az érdekes, a Boston Dynamics-nak a spotja, 74 és fél ezer dollár. Hát az alzán 20 millió körültől lehet, 25 lehet kapni. Hülyének is megéri. És akkor ennek most legyártották az olcsósított verzióját, ami ilyen polgári háztartási használatra már 2700 dollártól elérhető, ez egy ilyen mondjuk 300-as átlagszorzóval, 850-900 ezer áfával mondjuk meg lesz az 1 millió. Vízfordó 1 millióért. Uh -huh. Digi serpa. De egyébként nekem nagyon tetszik, mert a, a weboldalukon látható demo videók alapján úgy néz ki, hogy tökéletesen tudja tartani melletted az iramot, tehát nem csak futásnál, hanem olyan, mintha egy digitális pórázón húznád magad mellett jobb oldalon. Zseniális. Kint. Én a kutyámnak ezt nem tudtam megtanítani már ide tova hét év alatt. Mert abban nincsen FC, pedig van, várjál. Kutyában? kutyában. Hát, hát fetehetőleg meg van csipelve nem az, az FC. Ah, hogy ne lenne, persze? És ahogy elnézem az órát, pont olyan, mint egy mops. Így. Tehát, mint egy rendes kutya, amivel szembe ment egy kalapács. Egyébként igen, ezzel a négy kamerával, vagy egy fél pók. Tényleg. Bár mondjuk nehéz úgy elvágni, hogy csak négy lába maradjon a póknak. Most nem mindegy, ovisokhoz biztos meg tudják oldani. Sok pók kell hozzá, előbb-utóbb sikerül. <laughs> a mintakutyának, a hátán van egy ilyen vizes palack, úgy képzem, hogy ha megállsz, akkor valószínűleg ő is megáll veled, leveszed a vizes palackot, kinyitod, iszol belőle, visszaakasztod a vizes palackot. Ez azért, hát lássuk be, na, hát, na. De ez a legkisebb baja, tehát, hogy eleve, ha jól értem, akkor nincs egy dobozat, tehát, hogy látszik, hogy mit visz. Fölmelegszik ez a víz a napon például. Hát igen, meg Te hogy ezt így elviszem. Lehet a napernyőt. Szivárványos napernyő? Hm? Ez nagyon cuki lenne. Igen, Ébként pont ebből akartam kötni, hogy, hogy mivel látszik, hogy mi volt, tehát ugye elkép, de ez így nagyon aranyos itt a kaliforniai, vagy nem tudom, parkba, ahol is sétálnak vele, de hogy így elképzelem, hogy ezt így felpattintom a Városligetbe, vagy a Népligetbe, elmegyek futni, vagy valami, és így kérdezik, hogy akik szokták kérdezni, hogy mi van nálad, és úgy mondott, hogy nagyon nincs, nincs sem semmi, nincs sem semmi, és ott van melletted a milliós robot kutyád, hátára kötve a tízezer forintos Fidzsi és akkor olyan, a... e nehéz lesz ezt, nehéz lesz így átadni, hogy, hogy te csak a lakáskulcsal indultál el. És azt mondja, hogy a 17 km per óra, ahhoz nem elég gyors, hogy utána elfusson a színes fémgyűjtők elől. Egy nagyon-nagyon központi <laughs> problémát sikerült fölvetni az építésznek. Még hozzá azt, hogy és ha otthon hagyod a kulcsodat, haza tudod küldeni érte? Hát nem, mert nem éri el a kilincset, tehát ő nem tud bemenni. Hát de ha van benne NFC, akkor csak van Biztos NFT van kutya ajtód. kutya ajtód, így van. Értem, de akkor még nincs saját magadnak ilyen ajtó. Nem milyen hülyén nézne már, hogyha saját nyakadban is lenne egy NFC chip. De hát minek, ha már tisztáztuk, hogy már benned van? Egyébként tényleg új piacot nyitottunk, a, a bennünk levő NFC-vel nyitható zárakat el lehetnek kezdeni szabadalmaztatni. Gyerekek, praktikusan kell gondolkodni. Ehhez nagyon hasonlót csinál az Apple. Most kiterjesztik a bólított Amerikában. Ezt bejelentették a VVDC-n, de attól függetlenül is lehetett olvasni róla. Több amerikai államban a személyigazolványokat, meg talán a jogosítványt is lehet a Wallet-ba digitalizálni, és azt tervezik, hogy lehessen NFC-s kulcsokat is beledigitalizálni, ami egyébként feltételezi, hogy akkor ezen túl valahogy bele lehessen tölteni NFC-s tartalmat. És ők szeretnék azt elérni, hogy például hotel kulcsot akkor így át lehessen küldeni átadni neked digitálisan, vagy akár ne, hogy Isten saját lakásod, szekrényed, kulcsát így föl tud tölteni a telefonodra. Mondjuk feltételezzük, hogy nincsen bennük NFC chip, de hogy a telefonod az lehetne ez az univerzális, mindent egyszer elveszítő tárgy. Hát már így is majdnem az. Ez ne, nem egy jó fejlesztés? Maradva a futókat a témánál, hogyha valaki elkéri tőled a dolgaidat, akkor nem a tárcádat tartanád meg, hanem a telefonodat, szerintem. Persze, mert a tárcám eleve nincs is velem hát oké, de ha nálad van, tehát most nyilván nem az a néhány ezer forint készpénz, hanem a telefonodat tartanád meg, mert abban van az összes ökántod, meg a nem tudom micsoda. Legalábbis szerintem a többség így tenne. Böglőt. Hát ez valószínűleg így, így zajlana le. Hát figyelembe véve, hogy a tárcámban nincs semmi. De ilyenkor, mikor ilyen típusú innovációkat nézek, akkor én mindig azon gondolkodom, hogy hogy mi zajlott le a boardroomban. Tehát, hogy... Igen, mi volt az, ember, ezt így van egy ötletem, csinálunk egy robotot, kerül egy millába, az az USA-ból nézve sem kevés pénz, nem annyira sok, mind itt nálunk, de azért ott se kevés pénz. Még nagyon jó helyeken is egy havi bérleti díj. És mit fog tudni? Öm, um, viszi a vized. Hát vagy valamit így, így megy veled. Iszonyú jó vagy, Csár, így rögtön csináljuk meg. Tehát, hogy... De ha megnézed, a Boston Dynamics se tud többet. Hát... Sokkal. Jó. Már bevetették azt mindenhol. A harctéren pontosabban szimulált harctereken, meg mi volt? Túszmentő akciókban, meg... Jó, csak ott egy, egy ilyen magas kockázati szituációban vagy. Tehát, hogy azt mondani, hogy figyelj, ugyanúgy be lehet oda küldeni, mintha te mennél be, csak nem te halsz meg, hanem egy robot, az egy felmondás, de itt most mit mondunk, hogy... Hát nem, te nem viszed tudok... azt a sok vizet, mind a fél litert, hanem egy robot. Különben egy személyjegyző mennyibe kerülhet egy órára? Na jó, de azt otthon nem tudod bedugni a villanyba. Be de, de nem biztos, hogy jó ötlet. De... Csak hogy így számolt ki, hogy mondjuk ha elviszed és ahhoz használod ténylegesen, hogy így vigye veled a vizedet, amíg futsz, és akkor ennyit tud csinálni, akkor ha egy személyjegyzőt fogadsz mit óránként 10.000 forintért, akkor abból tudsz venni ezer órányi személyjegyzőt, azért az elég tetemes mennyiségű edzés. Lényegében ezzel kezdtem, hogy aki ezt megteheti, az vesz magának egy embert, aki viszi a vizét, ha szeretné. Én azt nem értem, tehát, hogy ebben érzek egy ilyen fundamentális ellentmondást, hogy megyek sportolni, tehát az azt jelenti, hogy erőfeszítést végzek azért, hogy nekem attól majd jó lesz az egészségem, de hogy ott húztam meg a határt, hogy oké, okay, lefutok nyolc kirit, de azért az a fél liter, tehát, hogy azt nem viszem el. <laughs> ez nagyon nehéz. Én itt mindig el szoktam akadni, amikor a Margit-szigetre, a, lehetőleg a szigeti parkolóba megy autóval valaki, hogy aztán ott fusson egy kört, majd hazamenjen autóval. Igen, hát ez olyan, mint amikor munka után beülsz a dugóba, hogy aztán elmenj biciklizni egy edzőteremben. Igen, tehát hogy ez így Igy van. Valamilyen társadalmi korcsosulást látunk itt. Viszont ehhez a mintához nagyon jól illeszkedik a tök fölösleges digidog. Abszolút, tehát hogy azt mondom, hogy ott megállja a helyét. Tulajdonképpen ennél már csak az lenne jobb, hogyha lenne egy ilyen görkocsujel, és akkor ő húzna. Tehát lenne egy ilyen, ilyen digitális kutyaszánod, vagy nem tudom. Mondjuk az legalább vicces lenne. Szerintem meg lehet csinálni. És az, az a 17-tel az, 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 jó. Veszel a digidogot, befogatod őket, és akkor lehet, hogy elhúznak. <laughs> De mi történik akkor, amikor a digidog találkozik a analóg doggal? Tehát, hogy, hogy, elképzelem, hogy egy német juhász így szeretne vele így játszani, mert úgy néz ki, mint egy, mint egy mops, vagy méretileg, meg úgy kb. Hogy, hogy akkor mit csinál a digidog? Tehát, hogy például mennyire érzékeny arra, ha lepisíli a másik kutyus, vagy hasonló történik vele. Így a reméljük azért vízálló, mert, mert egy kisebb, izé, kisebb eső, hogyha elkap, akkor az azért egy egymillió forintos kérdés lehet. Jó, mondjuk akkor az esernyődet is viheti. Hm? Hm? Tehát, hogy... Meg az övét. Igen, hát az alap. az nyira cuki lenne vele. Uh -huh. Na, most ez egész, egész digitok ilyen szürkés fekete, az tök komor, ezért gondoltam, hogy legyen egy ilyen szivárványos esernyő. Én egyébként nem, tehát szerintem ez nem jó. Én a Digidog kiegészítő bizniszbe szeretnék beszállni, tehát hogy Digidog esernyő, kompatibilis színes dolgok, kis Digidog ruha, egyedi személyre szabott ilyen stencil matricák, tehát szerintem én ebben látok lehetőséget. Jó, ti nem? Oké. Okay. Már rögtön, rögtön akkor pénzt csinálunk a drága kutyákból. Tudjátok, ki csinál még pénzt? Mindenki. Belőlünk. Az ARS találta föl a legújabb pénzszerzési lehetőséget, Ugye az amerikai adóügyi hatóság azt találta ki, hogy végre meg fogja adóztatni a kriptovalutákon szerzett jövedelmet. Mégis hogy? Méghozzá úgy, hogy bevezetik a pénzmosási törvényben is használt a New York Customer kérdőívet, és kötelezővé teszik, és aki 10.000 dollárnál több vagy nagyobb tranzakciót végez egy napon belül, azoknak ezt ki kell töltenie, igazolni a származását, és a többi, és a többi. Pénzszármazását, nem a sajátját, ugye? Is. Amerikáról van szó. Hó, oh, oh. Fú, most már látom, hogy a kiegyezett vasvillájú bitcoinos megjelenik a stúdió előtt. Hogy oh, nem, az nem, 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 Tudom, hogy ki nem hallgat minket. Ja. De ez lényegében ugyanaz, mint amit nálunk a készpénzre alkalmaztunk, ez a 10 000 dolláros értékhatár világszerte alkalmazzák a készpénzre ezt a pénzmosás elleni törvényt. Ugyanakkor... És hogy gondolják látni a mozgást, az összes létező piacot, meg tranzakciót figyelem belőle? Látom, hogy ez hogy fog történni. Tehát láttunk egy példát erről két héttel ezelőtt. Az megvan? Melyikre gondolsz? Nekem nincs. Egy egész országban, méghozzá Iránban vezették be azt, hogy kötelező lejelenteni a termelt, vásárolt, értékesített kriptovalutát, és gyakorlatilag Beszolgáltatási kötelezettség van. Az IRS igazából beszolgáltatástól eltekint, csak a nyerességet akarja megvámolni, adóztatni. És bitcoinban kell a nyerességet fizetni, vagy az amerikai dollárban? Szerintem dollárban, és a bitcoint az pedig be kell szolgáltatni. De mondom, a, a, alapvetően ugye a bejelentési kötelezettség az a, az a jó. És milyen rátán váltják? Mert azért a bitcoin az napon belül is tudján tud mozdulni? Hát egyrészt, másrészt, meg ugye ennek az egésznek ha minden igaz, és lehántjuk róla. Tehát szerintem a blockchain egy jó dolog technológiailag, bár még én, és ez lehet, sőt valószínű, hogy rólam árul el inkább valami, de én még nem láttam azt a műszaki problémát, amire a blockchain jó válasz, de nincsen még legalább három másik ugyanolyan jó válasz blockchain nélkül. De, de ez egy izgalmas technika önmagában, amire aztán ráépült ez a komplet buborék, meg a get rich, quick, sémák, -like, és a többi, és a többi. De hogy önmagában én azt. Azt hallom a hangodban, hogy kimaradtál a buliból, és mérkes vagyre. Későn ébredtél te is. É, nyilván, e, hogy ne, igen. Eddig az emberiség történetében nem lehetett a semmiből értéket előállítani, de majd most. De most energiából állítunk elő semmit? Közgazdaságtani alapok, nem? Így kezdődik. <laughs> ja, ja hogy ne? Konkrétan írgatlan mennyiségű számolást hajtunk végre, majd dobunk el. Igen, csak nincs haszna. Ezért mondom, a semmit állítunk elő. Igazából én azt nem értem, hogy a, itt hogy lehet javakat termelni, és azt hogy lehet adóztatni. Mert árfolyamnyereséget azt lehet, tehát értem, hogy egy darab kavicsról is megbeszélhetjük, hogy azért valamit, és hogyha én azon árfolyam nyereséget tudok, akkor azt meg lehet adóztatni, mert az egy tevékenység, amit én végzek, ami nyereségem lett, és lehet róla adózni. De önmagában a bitcoin, mint vagyonelemet, -e azt nem tudom, hogy lehet, mert hát, az értékesítésen, tehát a transfereken akkor pénzt ja, hogy, aha, igen. Hát de. jó, az fair. Fair, transfer, persze. E, ami benne van a szóban, nem? Logikus. Hmm. Akkor ezt így, akkor én ezt érteni vélem, hogy ezt miért csinálja az ARS. Szerintem ez jó dolog. A szalvadoriaknak nem lesz olyan jó. Hát nekik nem. Pont ezen gondolkodtam én is, hogy ők bevezetik, mint hivatalos fizetőeszköz a bitcoint, mert pedig ezt akkor csak úgy lehet megcsinálni, hogyha ők már rájöttek arra, hogy hogyan lehet a bitcoin tranzakciókat nyomon követni, mert különben például áfa fizetés az nem lesz, meg ilyen apróságok. Mm. Azon gondolkodtam, hogy ezt azért teszik meg vajon, mert hogy a szalvadori valuta volatilisebb, mint a bitcoin? Nem vagyok tisztában a Szalvadori valutával, de szinte biztos, hogy nem. Venezuelára emlékszem, hogy ott voltak némi inflációs problémák, de... Hát igen, infláció volt, de azért olyat még, még ők se tudtak, hogy napon belül a felét elveszti hirtelen a pénz az érték, tehát hogy... Hát azért a... De, de, a Argenti hiperinfláció, meg a Zimbabwei ott, ott lehet, hogy ezt meg tudták csinálni. De de az azok azok nagyon könyvű esetek, tehát hogy az igen, nem, igen. nem a very everyday... É. De szerintetek ezekből az intézkedésekből mennyi az, ami egy átgondolt gazdaságpolitika eredménye? Tehát, hogy vajon van-e Szalvador ennyivel előrébb Németországnál, vagy bármilyen országnál? És mennyi az, ami ilyen politikai PR, tehát, hogy, hogy azért van, hogy le lehessen írni a hírekbe, hogy na akkor ezt is megcsináltuk. Ti úgy látjátok, hogy, hogy ott már olyan mértékben bitcoinban mennek a tranzakciók, hogy ennek értelme van, volt, lesz. Tehát bemész a boltba, és bitcoint fogsz lerakni. Egy, egy 6 milliós országról beszélünk, aminek a GDP-je az, hát szóval alacsony, és akkor finomak voltunk, kb. 2600 dollár per fő. Vagy akkor ez a logika, hogy Most, ha meggondolod, nem mindegy. <gül> <gül> Lehet, hogy... Ez az az eset, amikor ezt átváltjuk a nyomorultnak az éves GDP-jét bitcoinra, és <laughs> Szerintem ez, ez, egy marketing akció, hogy megpróbálják valahogy szalvadorba csábítani a bitcoin tőzsdét, vagy valamit, Én és is akkor gondolom. Így ebből valami extra jövedelemre szert tenni, mert láthatóan a népesség túlnyomó része valószínűleg nem fog tudni hozzászagolni, mert csak nullákat fog tudni venni. Tehát ez, ez az, ő, ez az ő potenciális esélyük arra, hogy nem tudom, valami fajta bitcoin svájcá, vagy nem tudom, é, bitcoin szesel szigetekké váljanak, és akkor ez jó lesz nekik, mert nyilván majd abból valamennyit elkérnek, és akkor a kriptóról beszélek emberekkel, akkor ezen szoktak, ezen a tényen szoktak legjobban meglepődni, hogy mert bár boldogan hirdetik, hogy ez nem olyan, mint a hagyományos kerenszik, és valóban, de amikor azt mondom nekik, hogy igen, pont ezért én most csinálhatok egyet, és hogyha elég embert rá tudok venni arra, hogy ebbe beszálljon, akkor nagyon sokat fogok rajt nyerni, és, és ennyi, ennyi van mögötte. A bitcoin mögött is ennyi van, és akkor így néznek rám, hogy had, de, ha de, nem, és így, de. Két évvel ezelőtt volt az, amikor minden bokorba termett egy újabb kriptokoin. Hát mert ennyi? Hát de mit veszel meg, amikor mondjuk egy bitcoint veszel? Nyilván a mögöttes technológiát, meg egy ígéretet. Se. De hogy az, hogy. Sokat adnak az emberek az ígéretekért. Egyedül árfolyamot tudsz venni mert bármi, még egy, egy, határidős opciós ügylet mögött is, ami mert tényleg egy ilyen derivatív, de nézzük, a, nézzük a hírhet junk bondokat, amik ugye okozták a, főként, amik okozták a 2007-es válságot. Mondjuk, hogy azok okozták. Nem is az, aki megvette. E, jó, mint ahol kiburult a Billy, akkor így mondom, igen. Akármennyire is ugye junk, tehát hogy akármennyire semmit se ért, vagy szemét volt, vagy kacat volt, valamit kaptál a végén. Az világos, hogy ezer dollárért vetted, és egyet ért. Hát néha szívrohamot, igen. Igen, kaptál, kaptál a végén száz magánembernek a, a lakás hitelét, amiből 97 nem fizetett. Te meg olyan értéken vetted, mintha a százból száz fizetne. Oké, okay, de valamit ért. Nagyon keveset, meg zsánk, meg, meg oké, okay, minden, de valamit ért. A nap végén ott volt valami. Ebben az esetben itt nincs a nap végén semmi. Ez hát egy sorkódod van, de hogy nincs fedezeted, semmi. Tehát sem ennyi. Ezt egyébként most nagyon okosnak tűnhetek esetleg valaki szerint, de nem, mond, nem csinálok most más, mint azt mondom, amit a Warren Buffett is mondott a, a kriptóról egyébként, tehát hogy ez most nem az én. ezem. De neki is van, csak nem beszél. Hát jó. Tehát, hogy, hogy, ő azért utálja a kriptót, és azért nem tartja semminek, mert hogy neki ez a baja vele, hogyha ő vesz egy, vesz egy cégnek, megveszi a részvényét. Éppként ő ugye ezt gondolja az aranyról is, teszem hozzá, tehát, hogy akkor ő, akkor a nap végén van egy cége. Az működhet rosszul, nagyon rosszul, de hogy van egy cége, vagy van egy háza, vagy van egy, nem tudom, mezője, vagy valamilyen. És akkor az lehet vitatkozni, hogy ez mennyit ér, de hogy az van. De ez minden derivatív ügyletre így, így, van, nem? Igen, de hogy ennek a nap végén meg nincs semmi. De azért mondom, a deri derivatíváknak sincsen. Hát de... Ott van egy opció. Tehát ott, ott azt veszed meg, hogy mondjuk egy opciós határidős ügyletnél, azt veszed meg, hogy a jövőben, abban a pillanatban te valamit megvehetsz egy adott áron és ez neked biztosítva van. Ezt a lehetőséget veszed meg. Most arról lehet vitatkozni, hogy ez mennyit ér, de ez egy dolog. Amikor meg bitcoint veszel, ha az árfolyamtól eltekintünk, mert ezzel kezdtem, akkor nem veszel ilyet. Az árfolyam az meg ugye az árfolyam az meg csak addig létezik, amíg meg tudod győzni a többi embert, hogy vegyem, mert különben nem lesz kinek a Tehát, hogy... fog érni, igen. Igen, tehát az a része az meg teljesen egy ponzi séma. Az egy, az egy, az egy, az egy ponzi séma. De még, de még rosszabb, mint a, mint a tipikus emelem dolgok, mert a tipikus emelem dologban megveszed a kezdőkészletet, és lehet, hogy át vagy de legalább van egy edényed. Lehet, hogy egy kínai vacak, vagy mit tudom én, de, de van egy dobozod, vagy valamit érted. Vagy itt egy is van egy csomó videókártyád. Az előbb említetted Warren Buffettet, aki persze az egyik legnagyobb befektető a világon, és így önmagában képes mozgatni tőzsdét, de az utóbbi időben nekem, vagy számomra egyik kedvenc tevékenysége az az volt, amikor a saját idejét értékesítette, és. Igen. Mint ugye, korlátozottan rendelkezés álló erőforrás, és reggelizett emberekkel, mit tudom én, váltva vagy párban, és azt az időt azt eladta. Ezeket általában felszokták ajánlani, nem tudom, hogy ő is így tette, de valószínűleg igen, ilyen jótékony célokra. Tehát abból élt az túlzás, így a világ, nem tudom, hanyadik leggazdagabb embereként. És azt hallottad, hogy a világ leggazdagabb embere a világ leghosszabb elevator speechét ajánlotta éppen árverésre? Nem, lemaradtam. Most épp a világ leggazdagabb embere, és amúgy. Jeff Bezos a testvérével együtt úgy gondolta, hogy egy közeli helyre, egy száz kilométerre elszalad valahova, konkrétan fölfele az űrbe, Igen, űr irányába, űr felé. és visz magával valakit, aki aukció megveheti azt a tíz percet, amikor beszélgethet is vele. Na? Ez És jelenleg... ez lesz jó, jótékony célra ajánlotta fel? Nem, hát valami fedezni kell az utat. Hát ez, ez... Ez... ez, ez, És valamiből kell fizetni a Blue origin a űrutazás. Igen. Erre, erre, nincsenek szavak szerintem, tehát, hogy... Na jó, de azt belátod, hogy a Guinness World Records közé ez, mint elevator speech bekerülhet. Tehát miha ez nem maga az emelkedés? Hát jó, de bekerülhet a, nem tudom, a Tech Giantek 10 szégyen teljes momentje közé is. Jó, tehát most Ilyen szempontból az Amazon eleve is minden héten ott szerepelhet valamelyik akciójával. Egyébként e... minden héten arról beszélünk nagyjából, hogy mi, miket hajtanak végre. Ja, azt találták ki, hogy elmennek a Blue Origin-nel 100 km magasra, az már ugye ott az űr, kicsit körbe kukkolnak, aztán visszajönnek. A Kármán vonalnál. Igen, igen, igen. Az űr határára. 100 km rára. magasan az űr azért az... De ez az a, a az a határ. Al fele kezdődik, igen. Így. Ott kezdődik, igen. Egyébként, amikor először olvastam, hogy elmennek az űrbe, akkor azt gondoltam, hogy hú, nézd, biztos elmegy megnézni az első néhány felőtt műholdját, hogy hogy néz ki, merre jár, mit kell róla tudni. Az milyen cool lenne, egy vinne egy ilyen kalapács, kicsit így megszerelgetni, meg, áh, lejött ez a kis ablak, felcsavarjuk. Hát, <laughs> az, az, az az azért elég nagy tempóban szaladgálnak ezek a műholdak ahhoz, hogy így kalapággal. Hát, de a relatív, de a relatív Arra tempó számít, tehát hogy melé tudsz, mellé tudsz avanzsálni. Igen. Arról beszélünk igazából, hogy mennyi az a pénz, amivel azt a publicitást meg lehet vásárolni, amivel ezt megkapod. Hm? Uh -huh nyilvánvalóan ennek minimális haszna van, tehát mit tudsz egy vadidegen ember mellé, aki a Jeff Bezos, így beülsz, és akkor így nem tudom, most ez nyilván tart M millió dollárnál, vagy mit tudom én, hol tart ez Amikor a, a íródott, akkor ilyen nagyjából három milliónál járt, azóta lehet, hogy ez messze Igen. Hagyta. Igen, és akkor, akkor most kiszámoljuk, hogy, hogy ez percenként hány tízezer forint, és akkor azt mondjuk, hogy hello Jeff, ú, most, most, dobtam ki az ablakon százezer forintot. Az tehát, semmi, úgy... ő meg a tacsot, mert úristen megyünk, úristen, mi történik itt velünk, meg fogunk halni és az út felé jössz rá, hogy csak egy bábú van melletted, mert Jeff nem olyan hülye, hogy felmenjen a világ. Igazából. Hoppá! Megvan, megvan. Nagyon jó, amit mondasz. Lehet, hogy ez valami olyan kísérlet, amiben ő le akar lépni a milliárdjaival? Na de hova? Az most mindegy. Több, tök mindegy, egy parókát vesz meg egy álszakállatra, azt senki nem ismeri föl. Hiszen paróka lesz rajta, helyből nem ismered föl eleve űrruhában lesznek, tehát ő, tulajdonképpen nem fogod tudni. De minek kiül rá űrruha? Ezt magyarázd el, légy szíves. Minek rá űrruha? Miért nem tud fölmenni egy egyszerű farmer sortban? nem Az, hát világos, de, de nem ha azért kiszáll, akkor meg azért van baj. A... De nem azért hordják ott az űrruhát, hanem mert a űrjárművek külső borítása az viszonylag nem vastag, mert drága oda fölküldeni súlyt egyrészt, másrészt meg azon a sebességen, ahogy ott az űrszemét, meg Akkor az űrkormozó. Akkor vesz fel egy rendes téli kabátot, mint a Himalájában menne. De hát 10 percig lesz ott. Azért csak becsukják az ablakot. Hát igazad van. Kompressziós ruhát kell fölvenni a, a g 6 Addig tartsa vissza a lélegzetét. Így van, van, hát így, így gyöngyhalászokkal addig közösen. Na égőd is lehet. Mennyi maradhat meg abból a speechből, amit itt letolnak neki egy ilyen kilövés során? Így a rázkodás alatt? amíg az élet értreszket, valószínűleg pont sem ennyi. De ez, ez tök logikus, nem? Tehát, hogy elcseszel, nem tudom, n millió dollárt, elmondod neki, leszálltok, és azt mondja, hogy eh, nem. ez nem jó lett. <laughs> Végül számítható, tehát mit tudom, számolsz egy ilyen egy százalékos sikerre, és akkor az fölszorzod, és akkor meg tudod mondani, hogy mekkora az az elvárt nyeresség, amitől megéri ezen az aukción részt venni. Hát figyelj, ezt egyféleképpen tudom elképzelni, hogy ez reális, hogy viszel magaddal valami hegyes tárgyat, és azt mondta, hogy na figyelj, ez a pitch. Most ezt nem lyukasztom ki az űruhádat, hogyha odaadod az Amazon. Ahhoz, hogy ott tudjon szerződést kötni, ahhoz kéne neki wifi, nem? De mi aláírja? Kap egy space pent. tudjátok ki a legnagyobb troll a világon? Én tudom, kivel fog utazni. Hát a Bill gates vagy Elon musk -a. Szerintem Musk meg fogja trollkodni, és elmegy vele. Ez tipikusan az a challenge, amire azt mondja, hogy kerül, Nem hiszem, hogy a Musk beülne egy, egy Blue origin -be. Nem, de csak azért, hogy nem mondhassa azt, de ez az, hogy ő volt az első, aki kiment, elmegy vele. Ezt tudjátok, mire emlékeztet engem? Hm? A francia forradalom előtt volt a, a nemességnek egy-két ilyen túlkapása, amikor utcán mentek, már mint nyilván kocsi, lovaskocsiban, akkor volt arra emberük, aki a dolgokat elmondta a pornépnek ő helyette, tehát hogy köztük át, mert hogy Hoztam ő nem... Hoztam a vizet? beszélni az emberrel, igen, tehát hogy ilyen típusú túlkapásokra emlékeztetnek ezek a dolgok engem, ahogy így a szupermilliárdosok ezek, mert amúgy simán, tehát hogy szerintem benne van ez, hogy az Elon Musk majd megtrókodja, meg mit tudom én, tehát hogy, hogy tényleg a hülye gyerekek játszanak az óvodában, hát most csak, de ő szinten, csak annyi pénzzel, mint, mint három normális országnak a, a komplet... Igen, ezt akartam hogy ez az ő büdzséjükhöz képest pont olyan, mint ha te levágsz belőle 6 hat nullát, és akkor arról beszélgetünk. Musk megveszi azt a helyet, és, és odaadja a világ legkövérebb emberének. Ezt lásd el üzemanyaggal, öregem! Hát simán, de hogy, de hogy engem erre emlékeztet, és annak se lett jó vége. Nem, valószínűleg ennek se lesz, de, de hogy így most ezt el tudom képzelni. Szóval azon gondolkodtam, hogy hogy fognak ott kapcsolatban lenni a befektetéséke, és hogy. hogy, hogy, hogy végül hát ott van is az űrben a, van. Van kuiper. Van wifi. Igen. A kuiper még nincs fönn. Hát párat már fellőttek, csak még nincs bekapcsolva. Na de oda simán lehet rádióval is, tehát hogy ott nincs késés. Jó, de mondjuk a Starlinknek gondold meg, mennyivel jobb ott a pingje, mint lenne a Földön. Így van, képzeld el. Tehát... A... Semennyivel. Közelebb, van. Nem, nem, nem. Közelebb van. Hát 100 km közelebb. <laughs> közelebb vagy. Az, és tudod, hogy okay. kivel nem szabad onnan Fortnite-ozni Starlinken? Az űrállomással. Az űrállomással, igen, mert ők még közelebb vannak. Jó. Vagy Elon musk mert lehet, hogy neki van ilyen külön routingje a Starlinkekbe, és akkor... Ő dróton ne neki, van, neki van egy drótos analógia a Starling. -ben. Erre van, valójában erre van a robotkutya, hogy ők futnak körbe a földön, úgyhogy geostat legyenek közben, és akkor ott legyen hosszú Ethernet kábel. Na hát, és akkor a kutyán rögtön van póráz. Ennyi. Be kell számolni a korioli erőt, meg némi statikus feltöltés, de a körben, de nagyon fontos, rossz, a Nyilván az, az biztosítja az energiát a kutyának ez egy olyan kat hatos kábel, ami mondjuk minimum grafénból készül. Nem, hát van néhány jelenleg még kitolgozatlan műszaki akadálya, de... De ha azt már meg tudják csinálni, akkor kész az űrlift, ugye? Hát ez az űrlift, igen, tehát, hogy... Oh. Ja, hát most grafén kéne, és akkor... De hogy... Lehet, hogy erre csinálta a maszka hiperlúpot, hogy körbe hiperlúpolja a földet, és korábban ott fog futni a robotkutya benne abba a vájadba. Ja, hogy ezt az egyenlítőn fogja körbe rakni. Hát nem hát is az egyenlítőkkel körbe rakni, hanem ugye egy elforgatott pályán az egyenlítőhöz képest egy pár fokkal, mert igen, úgy igen, jobb igen. lesz. Aha. Arról beszéltük, hogy a, a hyperloop a végét azt így fölfele irányozzák, és kilövik rajta a cuccokat. Ja, ja, ja. Igen. ja. Az, az egy működőképes elképzelés lehet egy másik dimenzióban. Na de vissza, tehát, hogy igazából lesz, vagy lehet fakasztani wifi-t egy ilyen űrepülőre, meg egy hiperűrepülőre is, és most úgy tűnik, hogy a Starlink, ugye arra most rájöttek, hogy túl sok felhasználót nem tudnak elviselni a Földön, de például, ha csak a légiközlekedésre közlekedésre fókuszálnának, vagy ilyen jobban megfogható nis piacra, ahol nincs egyszerre sok tízmillió felhasználó, az lehetne egy működőképes alternatíva, úgyhogy most a szuperszonikus gépeknél, meg a magasabban szálló gépeknél például gondolkodnak azon, hogy ők lesznek majd az internet provider. Már mint a szuperszonikus gépeknél, amik még nincsenek. De majd lesznek. De nem, Jó. sokára, nem sokára be fognak állni. Ugye a... Hú, uh, melyik cég is csinálja azt? A szuperszonikus repülőket? Concordó... Hát a concord a nem volt. Az összes katonai. De utasszállító nem volt. De most van, nem so... Ö, van egy projekt, amiben Igen. készítenek ilyeneket. Ott pedig ugye viszonylag drágák a jegyek, és elvárás lehet az utasoknál az, hogy legyen állandó wifi. Na, végre egy értelmes használati eset a Starlinkre. Mhm. Uh -huh. <laughs> és ők meg is tudják fizetni azt a pár száz, pár ezer dollárt. Leszámítva, hogy műholdas, és azzal ugye, az, tehát, hogy kell hozzá valami tányér egy ilyen repülőre, hogy rögzítesz egy ilyen műholdadó vevő tányért? Hegesztéssel, hogy... jó, jó, de az aerodinamikának biztos jó. A csavarkötés az kioldódik a rezgéstől. Hülyen fog kinézni. Igen, ez egy ilyen nagyon teribe fordított parabola, az biztos segít a Két maknál az, az már úgy komolyan besegít. És viszonylag gyorsan kifordul. Igen. Hát attól függ, hogy rögzített. Megfelelő tolóerő mellett pillanatok alatt lehet átforgatni nyitottból zártba. Hát igen, az egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen felszínél kakas. Ha lassítasz, akkor újra kinyílik, és újra van net. És akkor lehet választani. Igen. Gyorsan akarsz hát, menni, vagy fél, hátra vagy, vagy menet, netezni akarsz. Vagy ne tesznél. Fékezünk, mert ha akarok. Ha, ha úgy mész, akkor meg annyi, hogy hátramenetbe kell kapcsolni, és akkor úgy fordítja. Zsán, pattintsa fel a műholdat. <gül> <gül> hát ennyi. Vagy lesz előtte egy műholdvédő vitorla, is akkor... <laughs> jaj, 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 jaj. <laughs> Szintén grafénból megkülönök. Az kell, az, az, az csak úgy kell. Én kezdem úgy érezni, hogy be kéne fektetnünk a graféniparba. Pontosan ez az, ami, ami a jövő technológiáját meg fogja alapozni. Grafén mindenkinek. Háztetőre, esernyőre, műholdvevőbe. Toll. Már kem, nekem már megvan az ötletem. Az, az a grafén, amit tudjátok, ez a wearable tech, tehát amit ha, így fel lehet, 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 lehet tölteni. Aha, azt majd úgy fogjuk hívni, hogy grafén. Aha. És az rajzolva lesz? Vagy lesz rajta valami, valami grafikon? Könyörgöm, az egy szénrajz, hát mi más lenne? Szénrajz, oké. Okay. Nem, hát ilyen szappan formátum, grafén szappan. Bekened vele magad? Jó. Reggel bemosakszol. Igen. Figyelj, egy teljesen alternatív téma a végére. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy állsz a metaverzumhoz. Defined metaverzum. Ajaj. Nagyon, nagyon rosszul indulsz metaverzum az olyan, mint a valóság, meg a virtuális valóság keveréke. Mondjuk, amikor a saját udvarodra kinézel, és ott látod In a... augmented reality dolgok? Igen, de ott mondjuk egy egy játékot látsz megvalósulni, mondjuk a pokémonok ott ugrálnak a, aha, aha. Jó, a, a ezt... Gucci kanapédon. Hú, Gucci -ka ebből maré. a Gucci kanapét nem tudtam elképzelni, de oké. Okay. Pedig meg lehet venni. Pedig. Képzeld de az egyik legnépszerűbb játék, állítólag a 9 és 15 évesek között, a Roblox, ami a Gucci-val közösen egy akcióban speciális kiegészítőket értékesített, méghozzá nem is kevés példány számban, fillérekért, több mint 4,5 millió tárgyat értékesítettek. virtuális Gucci Ez mennyi időseknek még egyszer? Jól érezted, igen, igen, kivetted 9-től 15 éves korig korán mm -hmm. kell kezdeni. Hát jó, nyilván nem minden felhasználó esik ide, de azért a nagy részük. Ez kemény. És ezek egy játékban virtuálisan megvásárolható luxus cikkek. Na, ha a bitcoinra azt mondtuk, hogy ez egy ígéret, ez egy micsoda. Igen, ezt kell hogy bitcoinban lehet fizetni. Akár azt is, de hogy ez, ez a végképp micsoda kategória. Mi? Hát ez státuszszimbólum. Milyen státuszszimbólum, amikor egy, egy év múlva a platform sem fog létezni? Pont úgy, mint a platformcipő. Az, az én tínédzser koromban, hogy egyébként mindenkinek Abszolút, főleg a cipő. Minden üze, lánynak az volt, mert akkor nem tudom, az volt a Spice girls vagy valami hasonlóba. Lehet most hülyeséget mondtam, de lehet, hogy nem. És akkor két évre rá meg atomciki volt abban járni. Ez a texplorer Tex jelent meg, ahol ők is úgy érezték, hogy ez nagyon hasonlít az NFT-hez, ha már a, a Bitcoin behoztunk. Igazából vettél egy olyan digitális izét, valamit, ami teljesen esetleges, hogy meg lesz -e egy év múlva. És amikor megvette, sincs valós értéke, nagy valószínűsége. Hát nyilván nincs. Tehát, hogy ez még tökéletesebb, mert ehhez nem kellett legyártani a platformcipőt, meg utána a szemétbe megoldani. Öko bio? Mondjuk nem oldották meg, ez bio, igen. Hát ez, 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 azt adja neked, hogy meg tudod mutatni akkor és ott, abban a pillanatban, hogy ezt te megteheted. Neked ilyened van? Nem gucci de valamit. Platformcipőm? Nincs. Hát azt se bánom annyira. De jól néznék ki. <gül> <gül> Igen, most az, azért akartam, mert kicsit elképzeltem, ő nem. Vannak ezek a magas sarkú pata jellegű, ilyen, tehát ez a platform cipő, de Na de olyan ott áltozad... van. Hát még nincs, de most így megjött a kedvem. Szüli napra vagy karácsonyra kéred inkább. Figyelj, azt gondolom, hogy ha, ha én azt tudom hordani, akkor bármit. Tehát, hogy ez egy felszabadító érzés lehet, nem? Tehát, hogy most azon a ponton vagy, ahonnan csak fölfele lehet már menni. Tehát ez, ez is olyan, hogy el nem tudod képzelni, hogy milyen felszabadító dolog az, amikor leveszed. Mondjuk ezt úgy ránézésre sejteni. Na, akkor vissza a kiinduló ponthoz. van egy ilyen szimbólumom, az volt a kérdés? Igen. Mi a viszonyod a metaverzumhoz? Metaverzum az valami kísérleti? Esetleg Fortnite-ozol? Tök öreg vagyok. Hogy Fortnite-ozni? Éjszakánként. Egérrel ilyenek. World of Tankoztam egy darabig, meg World of Warship-eztem, de nem, soha nem vettem semmit, úgyhogy én, én, vagyok, azt hiszem, a, a nekik a rossz csoport. hogy, Lehet, hogy ez volt a hiba, nem. nem? Egy jó gucci is akkor meg lehetett volna győzni. Igen, egy, egy jó Gucci tigris tank azért az ott megremegett volna a kezem. Az mondjuk nem biztos, hogy annyira, annyira jól beleolvad a tájba. Hát, babum. Akkor áruljuk, tessék, ajánljuk be nekik, van tablek mintát. A játékba. Hoppá. Van a Black Minkát? Ez a tök fekete. Mondjuk az lenne a, leg, az a legrosszabb, amit tehetsz, mert gyakorlatilag oda ahol nem lett semmit, ez viszonylag hamar látrányos lenne. Hát kivéve hogy mondjuk én azt egy városban. Ja, jó, de olyan pálya azt nincs. Vagy mondjuk nagyon rég játszottam azt is. Akkor túin van. Ajánljuk be azt is. <laughs> Tessék termékfejlesztési Simmel. csoport. Tudod a számokat? Amúgy ez egy szuper izgalmas meló lehet, hogy mondjuk ott ülni a Wargaming, azt hiszem, mert nyilván nekik valahol egy reméljük nem Excel táblában megvan, hogy minden cucc mit tud, meg mekkora csebez, meg mivel szembe, és hogy ugye ők ezeket állandóan állítgatják. Balancing, igen. Elméletileg, hogy jobb legyen a játékélmény, meggyőződésem, hogy nem azért. Tehát nem ugyanazok a paraméterei egy tanknak. Így tavaly, van, meg így idén? van. Tehát a Abszolút. Azt balanszolják folyamatosan, hogy... hogy nem, hogy tavaly meg idén, hanem, mit tudom én, két hete meg most. Jé. Hát az ilyen, ilyen apafejek mindén, szerintem ott szoktuk abba hagyni a játékot, amikor ilyen, tudod, ilyen, mit tudom én, legalább középszar voltál, mert így nem sokat gyakoroltál, viszont így volt annyi eszed, hogy kiszámoltad, hogy hogy kell okosan csinálni, legalább egy kicsit, és akkor ilyen nem voltál nagyon gyenge. És akkor, mint a, én, ugye, egy két hónapig nem ülsz a játék elé, mert nem úgy jött ki, és akkor leülsz, és elindulsz, és így. És egy teljesen másik világba érkezel. És az, azok, akik gondoltak, hogy na, itt a könnyű falat, ah, tudom, ezt ott kell meglőni, az első lánc görgőni meglőd, és így. Tum, <laughs> és akkor így nézze, hogy he? És a következő az az, hogy akkor mehetsz a következő reggel óta. Tehát, mert... hogy ez, ez így működik ott, és mondjuk ez részben hozzájárult ahhoz, hogy ezt feladtam, mert gyakorlatilag az a kis minimális tudás, amit összekapartam a 20 percekbe, az semmit sem ért már, tehát úgy végeztek ki, ahogy az kell. Mondjuk kellenek az ilyen játékosok mindén, mert de rajtam nőnek fel generációt. Én vagyok azt, hogy indul a pály, és az első halott. És ezekben a tankjátékokban a van egy házfalakra festett óriás reklám, meg, meg, rendes óriás plakát, meg ilyenek? Vagy ez, ez, még kiadható felület, csak nem jöttek rá? Aha, tehát ilyen rom, hirdessünk kólát, meg ilyesmi? Igen, 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 Tehát, hogy itt mész a, a tigristankkal, és akkor nem tudom, melléd is beáll egy tigris tank, kinyilna a teteje, ami amúgy nincs a játékban, kijön egy ilyen gyönyörű hajú szőkenő, és azt mondja, hogy háborúban is tart a frizurám és akkor mentek tovább. Szerintem az... Volvetter az... hát ah, van, nem akartam mondani így a márkát, de igen. Tehát, hogy... Ez egyébként ilyen világháborús környezetben játszódik? Mert sajnos hát ez ilyen hibrid, mert... mert így onnét indult azt hiszem, mert ugye az ott lévő harckocsik így talán a leghíresebbek, de úgy csinálták meg, hogy, hogy egy kicsit utána, tehát hogy Aha. azok a járművek, amiket 45-be kezdtek el tervezni, mondjuk kb. azok még benne vannak. De mondjuk ilyen 80-as évek előtti Abszolút sőt, 70 este. Kiváló, kiváló. Tudod, miért kérdezem ezt? Mert abban az időben ö, még nem volt tiltva a dohánytermék reklámozása. Tehát korhű lehet az, hogyha különböző márkákat hirdetsz. Ügyes? Ugye? Uh -huh. És te kizárólag a korhűség miatt rakod be a. És akkor ilyen kiegészítő, ugye lehet ott is venni, ilyen kiegészítő cuccokat pörkökért, tehát ugye, hogy mit tudom én, tudom, gyorsabban szerelek meg a lánctalpadat, ha nem tudom, veszel nekik kólát, Ez mondjuk ilyen van, és akkor lehetne mondjuk cigit venni nekik, és akkor nem tudom, tehát hogy... Na, egy pak pakli talpas kosútot, persze. Mm. Plusz 6% coolness. Lucky Strike-ot. És, ja tényleg, ez Lucky Strike, és ha megveszed, akkor akkor minden harmadik lövésed az terébe megy. Így. Lucky Strike. Ha, az, az megvan, hogy kért hívták az Lucky Strike-nak régen, a legenda szerint. Nekem nincs. <laughs> Eredetileg a Lucky Strike-nak az volt a, a mondása, ha jól emlékszem, hogy minden kartonban egy szál füves cigi volt. Igen. Hmm. Bizony, az volt a Lucky Strike. És azért volt Lucky Strike, mert hogyha máslid van, hát akkor jó lesz. Ez egyébként zseniális. Igen. Ez nagyon tetszik. Csináltak a cigiből egy szerencsejáték, tehát két szembedét összetudtak rá. Ez ilyen kombó. <laughs> Tuin van. Igen, igen. És a hajadat is jobban tartja. Gyönyörű zárszó. Menjünk vissza a gumiszobába szerintem, hogyha meghallják az ápolók, akkor ezt nem engednek ki egy darabig minket. Azt hagyjam, de téged is ide zárnak közénk. Így, így. Most még csak látogatni jöttél, aztán itt maradsz. Vagy ti vagytok bezárva velem? <laughs> Ó, nem, szeparáciálláink vannak. Ne tudjunk kárt tenni magunkba. Jó, ez mondjuk észszerű. Nagyon köszönjük a látogatásodat, és reméljük máskor is megtisztelsz minket. Köszönöm a meghívást. A hallgatóinknak köszönjük, hogy velünk voltak hallgassatok minket, lájkoljatok. Sereljetek! Sziasztok! 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 Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Beszélni nem tudok ma se! Ez hosszú lesz! a Microsoft bemutatta az iOS-en futó hangvezérehető Outlookot. Mondjuk előbb bemutathatná a Windows-on futó normális keresőt, amit a egy, beírom azt a szót, hogy Task, és akkor megtalálja a Task scheduler és nem kell beírom, hogy Task, -t. na mindegy, jó, ez csak egy mai fájdalmam, bocsánat. <laughs> és hogy kell majd hangvezérelni, mert például a CarPlay-en úgy van, hogyha megnyom a gombot, vagy meg akarom, hogy van a magyarul az a szó, hogy számon, meg akarom idézni. Idézni. Igen, meg akarom idézni a hangasszisztenst, akkor azt mondom, hogy Hey Siri! És akkor ő erre Hey Siri, nah, és... open Cortana! Hát ennyi. De, igen, de, de <laughs> <laughs> légy szójában barátnődnek, hogy így keresem már meg Esz... valamit az e-mailekben. Erről beszéltünk, hogy 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 akkor, most most... Most... akkor ez most már egy digitális trészem, így, tehát hogy Siri, Cortana és én. Hát egy kicsit ilyen e, fura igen. lesz. igen. <laughs> De beszéltünk arról, hogy a digitális asszisztensek egymásnak fognak utasításokat. Ugye, szóljál már neki, hogy írjon már egy e-mailt a nevembe. Köszi! Látszik azért, hogy mégiscsak menedzsesz projekteket. <tosz> Valaki csinálja már meg azt a munkát, bocs, köz. Csak közvetve, tehát ez a bárki, csak ne te. Tehát... Öt nap alatt tanulja meg az ember a második hüvelykújját használni, amit ilyen prosthetic arm, ez, hogy mondják magyarul, tehát ez a csak ez prosthetic finger, tehát gyakorlatilag raktak egy robot újat a kezedre, befelé fordult egy, egy második hüvelykujjat és tudtad így vezérelni más izmaiddal, tehát a karodra, karodat kellett valahogy feszítened, nem tudom pontosan, és hogy tudtál vele gyakorlatilag így fogni kb. És hogy öt nap alatt az emberek úgy megszokták és megtanulták, hogy frankón úgy használták, mintha lenne egy hatodik újuk. A koalák is így kezdték, nekik van kettő szembefordítható hüvelykújuk. Énnyik. És akivel a szélén is vannak. Am amúgy is példaértékű az élet, mondjuk. Tehát Így fogom. van. Egész nap részegek, leveleket rákcsálnak, és néznek bombá maguk elé. Pontosan, mintha irodába dolgoznának. Azt mondom, tehát gyakorlatilag a, egy, egy ilyen eukaliptusz ez egy open office. Tehát, hogy megy a rákcsálás, mindenki néz maga elé bambán. És... nincsenek rossz a légkondicionálás. Ez egyébként a Verge ön jelent meg, mint hír, és ők is úgy érezték, hogy... Nem, bocsánat, ez textplóra es. A többi stimmelt. Az... Majdnem. De éreztek valamit. <laughs>